Sziasztok! Megérkeztem Melbourne-be, tegnap este repültem át. Vasárnap ilyen egy óra körül lehet. Hatalmas szél van. Itt vannak egy pár magas épület már mögöttem. Amióta itt vagyok Ausztráliában, és bárkivel találkoztam, mindenki azt mondta, hogy nem szabad úgy hazamenjek, hogy nem láttam egy ausztrál foci meccset. Ezt az ausztrál focit, ezt igazából a rögbihez hasonlítják egy kicsit, meg ugye a rendes európai focihoz, amit mi játszunk, de hogy amúgy igazából egyikre se hasonlít. Nagyon-nagyon fizikális, igazából tértől lefele és váltól felfele, azon kívül bármit lehet csinálni, tehát váll és tért között bármit lehet csinálni, bárhogy lehet ütközni, földre vinni a másikat. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek. Most épp megyek a stadionba, mennek az emberek, rengetegen. Ez egy 60 ezres stadion, de nem ez a legnagyobb Melbourne-ben, hanem az MCG nevű stadion, ami egy 100 ezres stadion. De arra nem tudtam már jegyet venni, mert telt ház volt. És ezek csak normális bajnoki meccsek most. Úgyhogy tényleg itt Ausztráliában meg vannak körülve ezért az ausztrál focért. Én is nagyon kíváncsi vagyok. Bár mindenki azt mondta, hogy semmit nem fog érteni belőle. Annyira bonyolultak a szabályok. De meglátjuk. Egy élménynek jó lesz, ez biztos. Ezután pedig megyek majd a városba. És úgy gondoltam, hogy ugyanúgy, mint Sydneyből legutóbb, most Melbourneből is mutatok nektek a városból. Mert ezek tényleg világvárosok, úgyhogy remélem tetszeni fog ez a vlog is. Most érek ide a stadionhoz. Elég sokan vannak, nagyon kíváncsi vagyok hangulatra, meg a meccsre is. Úgyhogy egy ismerőstől kaptam a jegyet, és ez VIP jegy, úgyhogy arra is kíváncsi vagyok, remélem jó lesz. Na most értem be. Wow! Hossza mekkora! És fedett! Ezt nem is tudtam! Azt a mindenit! Ja, és ez egy kör alakú, vagyis ovális pálya. Mindegy, lehet utána kellett volna olvasni a szabályoknak egy kicsit, de biztos vakány lesz így is. Kicsit körbesétálok itt is, aztán megkeresem a helyemet. Hatalmas ez a stadion. Az ellenfél, az idegenbeli csapat, hogy a sárgák meg a sporik. Ha jól számoltam, 8 vagy 9 spori van összesen. De jó, hát erre a nagy pályára kellene kis sporik. Rendesen igazi focicipője van, ilyen Mercurial, meg
Predator, meg ilyeneket hordanak. Meg az egyiken kopa is van. Szóval a két középső rút közé, ha berúgják, az 6 pont. És a két szélső, az meg az, pedig egy pont, hogyha oda szereznek volt. Amit tudok, hogy a labdát azt hát így kell fogni, de nem így van a labda, hanem így, nem tudom ezt máshogy elmagyarázni. Nagyjából ennyit tudok. Azt hittem egyébként, hogy lesz rajtuk valami védőfelszerelés, de csak egy rövid gatya meg mellett. Tényleg ugyanaz, mint a foci. Vagyis, igen, nem mellett, hanem egy ilyen trikó, de... úgyhogy ez izgi lesz. Kezdődik a meccs, a híró földhöz fogja vágni a szabaddát. Igen. Így dobja be a spori alapdát. Húha! El lehet rúgni is. És... Oké, és akkor ő most elkapta a labdát, akkor gondolom most rúghat egyet kapura. Vagyis gólra, vagy nem tudom, hogy menjek. Megint az, hogy a spori bedobja. Egy háttal. Pontos gól volt, ha jól tudom. Igen. 6-0. Hát érdekes egy sport. Most már 18-6 ide. Össze-vissza, vagy nem nagyon értem, hogy itt van egy körív amúgy. Itt. Ha ezen belül megfogja a labdát, a támadó csapat a levegőbe, a rugást, paszt elkapja, akkor egyből rugással jönnek kapura, és akkor nem támadhatja meg az ellenfél. De középen meg van egy négyzet, és ott meg nem értem a szabályokat. Mert ott néha eltávolodik az ellenfél, hogyha elkapják a labdákat a levegőben, néha meg ott marad közel, a bíró sípol,
úgyhogy azt nem értem, viszont ami nagyon vicces, hogy bejönnek ilyen kis vizes fiúk minden megállásnál, és oda mennek a játékosokhoz, és adnak nekik vizet. De így random mindenkinek, úgyhogy ez nagyon extra. Szóval, most ez a srác elkapta a labdát, úgyhogy most rúghat egyet kapura. Szerintem ez csak egy pontos lett. Igen. Azért egy pont járt csak. Nagyon értem ezt a sportot egyelőre, de... Igen. Az meg egy... Most jönnek a vizes fiúk. Oda-vissza van csere, azt hiszem 5 csere ülhet a kispadon, viszont bárhányszor le lehet menni, meg vissza lehet jönni. És 4x 25 perc egy fél idő, azt hiszem. Hát, aki rúgja nekem. Nagyjából percenként van neki kívül szünet. Azáltal, hogy mindig, amikor megáll a játék, bejönnek a vizes fiúk. Amúgy elég sokan vannak itt ezen a részén a stadionnak, de szurkolás amúgy nem nagyon van, mindenki csak eszik és nézi a meccset. Na, lement 2/4. Próbálom megérteni a szabályokat. Egyetlen egy olyan dolog van, amit lefújnak a bírók szabálytalanságnak, az a mezzhúzás, tehát az az egyetlen, amit nem szabad. Illetve most már megbizonyosodtam róla, hogyha kézből kézbe rúgják a labdát egymásnak, akkor ott, ahol elkapja a játékos a levegőben, onnantól kezdve hátrafele bármennyit léphet, és az ellenfél nem támadhatja meg, nem is mehet a közelébe, csak akkor, amikor ő elkezd előrefele. Úgyhogy onnantól kezdve, hogy ő elkezd előrefele futni a labdával, hogy azt elrúgja vagy eldobja, akkor támadhatja meg az ellenfél. Nagyjából ennyire jöttem rá eddig. Az állás... az 69-40 a vendégcsapatnak, és most itt fél időben a gyerekek játszanak. És ebben a csapatban még kis lányok is vannak egy csomó. Amúgy nagyon sokan játszanak, ez a legfüresebb sportvidék itt Ausztráliában, és összefér, vagy egybe egyszerre lehet csinálni a focival. Úgyhogy nagyon sokan játsszák egyszer a kettőt egy időben. Nagyon cikik a gyerekek.
Nice work. Yeah, thumbs up. És nagyon ügyesek is. Oh, two pies next to each other as well. Yeah, there you go. Még az is szabály, hogyha a labda a földön van, oh, gurul, akkor el lehet rúgni is a földről. Yes, nice. Go, have another one. Yes. Yeah, a little hawk with a big 425. Nice work. Az egy 6 pontos volt. Oh, there you go. You're on. Take a bite. Bang. A harmadik harmad. És az az érdekesség, hogy az első, nem harmad, harmadik negyedben vagyunk, és az első negyed 34 perces volt, a második 27, és 15 percnél tartunk, úgyhogy nem nagyon tudom, hogy... Én úgy tudtam, hogy 25 perc amúgy egy negyed, de én most már nem vagyok benne biztos. Illetve ami nagyobb vagány, és látványos, hogy amikor a játékos el akarja kapni a labdát, akkor az ellenfélnek a hátára felmászhat. És így feltámaszkodik a vállára, vagy fel is ugrik akár a vállára, és akkor magasabb, és el tudja kapni a labdát. És ez abszolút megengedett. Úgyhogy az, amúgy az vagány nagyon. Vége a meccsnek. Hát ez a legrandomabb sport, amit én valaha láttam. Több mint 3 óra volt a meccs. 93-122 lett a végeredmény a vendégcsapatnak. És én ilyet még nem láttam. Tehát, hogy fel lehet mászni egymás hátára, a bíró, vagy nem a bíró, az orvos random bármikor bejöhet, meccs közben befut, oda megy a játékoshoz, nem tudom, leápolja, aztán visszafut, megy tovább a játék. Folyamatosan ilyen vizes fiúk jönnek be, tehát hogy ez valami elképesztő volt. Igen, ez nem nagyon találom erre a szavakat, ez elég érdekes. Őszintén örülök, hogy ezt nem játsszák Európában, mert egyel több értelmetlen butaság lenne. De most már sétálok be a belvárosba. Eléggé elborult, meg elvileg eső is lesz, de remélem nem fog esni, és egy kicsit tudok város nézni is. Úgyhogy megpróbálom megkeresni a szurkolói zónát, meg körülnézni, és nektek is megmutatni, amit csak tudok. De igazából holnap lesz az igazi turistáskodós nap. Ez a mai, ez inkább csak így a meccsről szólt, meg egy kis séta itt a belvárosba. Megtaláltam itt Melbourne-ben is a szurkolói zónát. Hasonló környezetben van, mint Sydney-ben. Éppen a Svájc-Új-Zéland utolsó csoportmeccs megy. Most lesz vége az első fél időnek egy pár percen belül. Illetve vásároltam egy pár dolgot a FIFA boltban. Pulcsit, pólókat, labdát, úgyhogy sálat, úgyhogy emlékben megmarad. Ez a VB tárgyilagosan is, nem csak a fejemben. Nagyon extra itt a környezet. Ausztrál időjárás. Fantasztikus. Úgy elkapott a vihar. Egy víz vagyok. Hát igen, itt se csak a napsütés és a meleg időjárás van. Azt hiszem, a jó Isten vagy az univerzum, vagy nem tudom, bárki nem akarta nekem ma ezt a városnézést. Leszakadt az ég, szélvihar van. Esküszöm, ha valaki nekem azt mondja, hogy Ausztráliában valaha van ilyen idő, nem hiszem el. Brutál hideg van. Lefagytak az ujjaim. Mindenem szétázott, a kis táskáim, amiket vettem.
úgyhogy megyek haza. Gondoltam, megmutatom, hogy Melbourneben ez egy villamos megálló. Tehát, hogy itt egy méter, egy kerítés, ott jönnek az autók, és ide bejön a villamos. Nagyon komoly. Hazafele ilyen épületek mellett megyek el. És húzok egy bőröndöt, mert vettem egy bőröndöt. Már kicsit sok mindent vettem itt az elmúlt két hétben. És esélytelen lenne, hogy beférjek, úgyhogy muszáj volt menni. De ezt a látványt ezt nem tudom megszokni. Most már a negyedik városban látom ezt, de ezeket a hatalmas felhőkarcolókat, ezeket nem lehet megszokni, ezek fantasztikusak. Úgyhogy remélem holnap jobb idő lesz. Délelőtt Ivy-val, a csapattársammal fogok találkozni, akinek aztán holnap este megyek a meccsére. Holnap Ausztrália-Kanada lesz itt Melbourne-ben. És szóval délelőtt vele leszek, és utána meg város fogok nézni, de bízom benne, hogy nem lesz eső, pedig az a baj, hogy esőt mond. De szeretném megnézni ezt a várost is, és nektek is megmutatni minél többet ebből a városból. De most megyek haza, úgyhogy holnap folytatom a videózást is, meg a kis túrámat is.